Győzelemmel rajtolt a DVTK női röplabda NB1-ben. Az új alakult Miskolci együttes a debreceni ötvös DS-ét fogadta, és magabiztos 3-0 lett a mérkőzés vége. A győzelem mellett a miskolci kispadon első bajnokiát teljesítő Németh Szabolcs vezetőedző annak is örülhetett, hogy remekül mutatkoztak be a légiósok mellett a klub saját nevelésű fiatalja is. A diósgyőri röplabdázók új helyszínen. A csapatnak ezentúl otthont adó DVTK arénában kezdték meg szereplésüket az NB1-ben a debreceni ötvös DS-e ellen. Méghozzá rendhagyó körülmények között nézők nélkül, ugyanis még az elmúlt szezon végén kaptak 2 zárt kapus mérkőzést büntetésként a piros-fehérek, akik ezzel kezdték meg a kirót határozat letöltését. Ám a látszólag hátráltató tényező a pályán nem jelentett gondot, ugyanis nagyon simán ellenfelének mindösszesen 7 pontot engedélyezve hozta az első szettet a házigazda. A másodikban már egy összeszedettebb vendégegyüttes volt a parketten, de ez is csak arra volt elég, hogy picit szorosabb legyen a játék, amit végül 9 pontos előnnyel könyvelhettek el Egri Klaudiáék. A harmadik, és mint kiderült, zárószedben már pihentette kezdőcsapatát Németh Szabolcs vezetőedző, aki a klub saját nevelésű fiataljait szerepeltette, de így is 25-10 lett, és összesítésben 3-0 a bajnoki vége a DVTK javára. De nagyon nehéz sokszor az ilyen mérkőzésen az elejétől a végéig azt a koncentrációt a pályára tenni, és ami külön öröm a számomra, hogy amikor betettük a fiatalokat, lényegében az U20-as, U17-es csapatunk játszott már az utolsó szedbe, ami ugye értelem szerint ugye a felnőtt keretet alkotják. Ők is nagyon kellemes játékkal rukkoltak elő. Bővebb összefoglalót, a sikeres szezonraj további tapasztalatait is tartalmazó riportjainkat keddi sportműsorunkban láthatják majd a Miskolc Televízió nézői.